Ezzel az utolsó pillanatban szerzett kosárral 80-78-ra megnyerte a piros mezes Salgótarjáni KSE a vásárhelyi kosársuli elleni elődöntőt, így Ugi Albert csapata feljutott az NB1B felsőházába. A piros-feketék az NB1B zöld csoportos kosárlabda bajnokság elődöntőjének harmadik a feljutásról is döntő drámai mérkőzését idegenben Dominik Herendics és Csabák Balázs remeklésével a hajrában, sőt azon túl fordították a maguk javára. Vas Péterék így hiába kezdtek kiválóan és vezettek többször is a találkozón, a salgótarjániak hatalmas küzdelemben felülmúlták az alapszakasz győztesét. Ehhez persze a fehérmezes SKS-ének néhány nappal előtte, az első Hódmezővásárhelyen elveszített mérkőzés után a salgótarjáni városi sportcsarnokban győznie kellett. Ez pedig közel sem volt egyszerű feladat az első félidő nagy részében kiválóan dobó Varga Zalánékkal szemben. De a dupla-duplát elérő és 24 pontot termelő Dominik Herendics, valamint a 26 egységig jutó Piukovics Bálint remeklésével végül 96-81-re megnyerték a mérkőzést, és ezzel kiharcolták a harmadik, mindent eldöntő találkozót, amelyet, mint később kiderült, szintén megnyertek a salgótarjániak. Az NB1B zöld csoportos bajnokság döntőjében a salgótarjáni KS ellenfele a Bajai Bácska FK lesz. A két nyertes meccsig tartó fináléba jutott, mindkét csapat elnyerte a jogot arra, hogy ősszel már az NB1B felsőházának számító piros csoportban szerepeljen.